A kifejezetten a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára kifejlesztett hitelkonstrukció a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozást követően minden hallgató számára elérhető. Jelenleg két típusa létezik, melyekről Imre Zita, a Diákhitelközpont ZRT marketing és kommunikációs igazgatója beszélt. Diákhitelt maximum 11 fél évre lehet kérni, osztatlan képzés esetén 14 fél évre, és a szabad felhasználású diákhitel esetében 50 ezer forint a legmagasabb havi hitelösszeg, a kötött felhasználású diákhitelnél pedig nincsen felső határa. Gyakorlatilag az az összeg, ami az önköltség képzési díja, azt az összeget tudja igényelni a hallgató. A hallgatóknak a felsőoktatási tanulmányaik befejezése után kell gondoskodni a törlesztésről, melyben segítség lehet az, hogy a visszafizetési feltételek igyekeznek igazodni a friss diplomások pénzügyi helyzetéhez. A törlesztést az aktív hallgatói jogviszony megszűnését követő 4. hónapban kell megkezdeni. Ez ugye jó esetben egybeesik a diplomaszerzés időpontjával, és az első két évben a mindenkori minimálbérnek a meghatározott százalékát, a szabad felhasználás esetében 6, a kötött felhasználás esetében pedig 4-11 százalékát kell fizetni, tehát azért ez könnyen kiszámolható, ez körülbelül 6000 forintot jelent a 6%-os szabad felhasználású diákhitel esetében, és a harmadik évtől pedig jövedelemarányos törlesztés kezdődik el. Azoknak a hallgatóknak, akik idén először szeretnének diákhitelt igényelni, fontos tudni, hogy szeptember 15-e a kérelmek leadási határideje, melyet követően az első igényelt havi összeg október 15-én érkezik meg. A diákhitellel kapcsolatban további részletes információkat a Diákhitelközpont ZRT hivatalos honlapján találhatunk.